Kedves Németh Sándor, nagyon örülök, hogy hallom, Marosvásárhelye készül. Bizony ideje már kimozdulni jó öreg Budapestről. Nagyon foglalkoztat engem egy kérdés, amelyre nagyon megtisztelne, ha válaszolna. A Bibliában olvasunk Jézusnak olyan kijelentéséről, hogy valakit megbotránkoztat az ő szeme, vagy a karja, inkább szúrja ki, vagy vágja le. Mert jobb neki vakon vagy csonkán menni be az Isten országába, mint kint maradni. Ezt az igét nem értelmezzük szó szerint, amiért valószínű a társadalom nagy része állás is. De hogyan kell ezt az igét értelmezni? Ha valaki megizlelte az Isten jóságát, és mégis újra vétkezett, és elvesztette a kegyelmét, egy botlás és mindenek vége egy nézőjük Erdélyből. Tehát a kérdésben benne a válasz, tehát hogy van egy belső emberünk, és kétféle belső emberről beszél a Biblia. Van egy testi emberünk, illetve volt, remélhetőleg, amelyel kapcsolatosan Istennek az akarata az, hogy az újjászületéskor, újjászületésben feszítsük meg, és halljunk meg a bűnnek. Majd az egyik összevetelen, erről részletesebben is fogok beszélni, és pontosan erről van szó, hogy ennek is megvannak a tagjai, megvannak a képességei, és szeretne állandóan kijönni a kriptájából, de pontosan a hívő életnek az egyik nagyon fontos erkölcs és szellemi célja, hogy az ember a gondolataival, indulataival, romlott vágyaival együtt mindig meg legyen feszítve. De ha szabadjára engedjük, akkor kidugja a rút szemét, a szőrös kezét, és így tovább. Tehát ilyenkor újra, ahogy Pál apostol mondja, hogy öldököljétek meg a testnek a cselekedeteit, azért, hogy üdvösségünket megerősítsük, és visszakerüljünk az Istennek a kegyelmébe, Istennek a szeretetébe. Tehát ez mindenféleképpen arra romlott testi emberre vonatkozik, akiről Pál apostol azt mondja, hogy romlott a kívánságok miatt. Tehát állandó feladat, amíg a földi életünkben van, folyamatosan az emberünket, az új embernek az uralma alatt kell tartani, mert az ember nem használ semmit, de az új ember számára kegyelme van Istennek, és az új ember folyamatosan Isten kegyelemmel és Isten igéje által építi fel, hogy megismerjük a Krisztus ismeretének a teljességét, eljussunk el az érett férfiúságra. Ha valaki elesik, ugye, az is szerepel a kérdésbe, arra pedig a válaszom az, hogy János levelében, hogy van szószólónk, engesztelő áldozatunk, ezt ne felejtsétek el, hogy van szószólónk és engesztelő áldozatunk. Akkor nincs bűnbocsánat, ha nincs engesztelő áldozat. Mert nem az ember miatt van bűnbocsánat, hanem a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. És a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata egyszer történt, de örök érvényű. Tehát, hogyha az ember vétkezik, akkor is vissza kell menni a kereszthez, el kell fogadni a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a kegyelem közvetítő erejét, és megfelelő igei lépésekkel el kell szakadni a bűntől, bűnbánat, bűnvallás, és az Úr irgalmas, megbocsátja a bűnöket. Tehát nagyon fontos, hogy ne abba higgyetek, hogyha vétek, elestek vétekbe, de távol áll tőlem, hogy bárkit is buzítsak arra, mert nem azért jöttem ide, hogy buzítsalak abba, hogy esetek el, de ha mégis így történne, akkor nem szabad, hogy a kárhoztatásnak átad magadat, hogy neked már vége, annyi, hanem az Urat kell keresni, és el kell fogadni az Istennek az igazságát, hogy van engesztelő áldozata. Csak gondolj az Ószövetség ideje alatt, hogy rendszeresen az Izrael fiainak engesztelő áldozatot kellett bemutatni a különböző vétkekért, és volt ugye egy évben egy nagy áldozat, a Jom Kipuri áldozat, tehát ez azt jelentette, hogy nem csak egyszer kellett a vétekért bemutatni az áldozat, de hangsúlyozom újra, hogy a názáreti Jézus Krisztus egyszeri és örökérvényű. És ez az engesztelő áldozat, ez ott fönn van most a mennyekben. Ha látjátok, a Jelenések könyvét olvassátok, a bárányt hogy mutatják, hogy látjuk, hogy az meghalt, aki át volt szegezve. Ez jelzi az, hogy örökké engesztelő áldozat a názáreti Jézus. Királyok királya, uraknak az ura, de azoknak a bűnösöknek, akik meg akarnak térni Istenhez, és meg akarnak szentelődni, azok számára engesztelő áldozat is.
Tehát ezt ne felejtsétek el. A kárhoztatások bűntudat alatt, ugye bűntudat tud ölni. Egy bizonyos mérték után az embernek a lelkének és a szellemének az energiáját fölemészti. Ezért gyorsan kell Istenhez menni, és el kell rendezni a dolgokat, és újra mondom, az Isten hűséges, irgalmas, ha megvalljuk a bűneinket, Jézus vére megtisztít bennünket. De Isten igéje azt mondja, ne vétkezzünk. Járjunk igazságban, szellemben.